A kontakthelyzetek gyakorisága, illetve elkerülhetetlensége miatt a különböző sportágak között a küzdősportok voltak a legnehezebb helyzetben a vírus támadásai miatt az elmúlt másfél évben. A sportág specifikus edzések sokáig szüneteltek, a versenyek tendenciózusan elmaradtak. Így nehéz volt valamilyen veszteség nélkül átvészelni a legkritikusabb időszakokat a szakosztályoknak. Így volt ez Szekszárdon is az elmúlt 5 évben meggyökeresedő, és 2019-ben már komoly eredményeket az asztalra letevő tekvándósoknál az Aliska Tekvándó Klub házatáján. Én fertőzzem a gyerekeket, és gyakran a küzdelmeket és a páros nyújtást azt kihagytuk pont azért, hogy ne legyen olyan szoros kontakt. Így is, sajnálatos módon a versenyzőik majd kétharmada felhagyott a sportággal. Köztük olyanok is, akik a legutóbbi teljes évben hozták már a sikereket az országos bajnokságon, vagyis nyertek vagy dobogón végeztek. Már zöldövesek voltak. Persze döntésükben nem csupán a vírushelyzet játszott meghatározó szerepet, legfeljebb ez a hosszú kényszerszünet felgyorsította azt. A zöldöv nálunk az a határ, ahonnan már egy kicsit látványosabb, talán így mondanám, a fejlődés. Viszont az egy ilyen álomhatár is általában a gyerekeknél, tehát ott már azért komolyabb küzdelmekre lehet számítani, és gyakran ezért hagyják abba, mert ezt ők már nem merik vállalni. Ezek után sincs újraindulást követően létszámhiány a szekszárdi aliszkásoknál. Tekintettel az egyesület változatlanul létező vonzerejére, a tékvándó, mint olimpiai sportág népszerűségére, a kezdők, középhaladók és a nagyobbak körében is hamar újak érkeztek. Annyian, hogy a sportág ABC-jével már megismerkedett versenyzőknek is be kellett segíteni az alapképzésbe a két edző mellett. A megmaradt egy harmad egyébként szilárd alapját adja a további előrelépésnek, fejlődésnek. Ebből az egyharmadból kialakult egy kemény mag, nagyon összetartó ez az egyharmad, nevezzük így egyharmadnak. Azért ők már régebb óta járnak edzésre, tehát általában akik itt maradtak, ők régi öreg motorosok, és gyakran most már besegítenek az edzéstartásba. Készülnek töretlen optimizmussal a még csak reménybeli hazai versenyekre, a számukra fontos elérhető külföldiek még nagyon bizonytalanok. Sajnálják, hogy legjobbjuk az U15-ös korosztályú, immáron feketeöves Bánki Dávid Ede nem tudott részt venni azon az úgynevezett G-típusú versenyen, amire már szüksége lett volna, ami feltehetően a Covid-helyzet miatt maradt el. Nem tudjuk, hogy mi lesz ősszel, illetve télen, tartok tőle, hogy talán az összes külföldi versenyt lefújják, és éppen ezért a szövetség berkein belül kitaláltak egy ligakupa sorozatot, amin tervezünk elindulni, és körülbelül egy olyan 8 gyereket szeretnék vinni. Ez egy 5 állomásos versenysorozat lesz, ahol pontokat lehet gyűjteni, és a végén egy érmet lehet szerezni majd. Úgyhogy ide mindenképpen készülünk, és azt gondolom, hogy így a magyar viszonyok lehetővé is teszik majd, hogy ezt megrendezzék. Ott jártunk, ahol éppen vendégsportolók érkeztek az aliszkások edzésére. Mégpedig egy másik, a tékvándótól nem annyira távoli küzdősport, a thaibox képviseletében. Új egyesület jött létre a szekszárdi küzdősportban a közelmúltban, a kölcsönös előnyök érvényesülése jegyében előfordult már eddig is, és jövőben is így lesz, hogy közös edzéseket tartanak.